Egyre több zalai szőlő esik egy különleges betegség áldozatául, amely korábban csak Ausztriában és Szlovéniában pusztított. A fertőzést egy kabócafajta terjeszti, és az egyetlen védekezési mód az, ha ezt a rovart írtják. A gazdák dolgát nehezíti, hogy a fertőzött területeken a tőkéket ki kell vágni és el kell égetni, sőt, tűzbe kell dobni a munkákhoz használt eszközöket is. A szlovén határ közelében ütötte fel a fejét a betegség. Először a szőlő levelei sárgulnak, majd barnulnak meg, mintha megégtek volna. Ezután már teljes sorokat pusztít el a hivatalosan szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazmának nevezett kórokozó. A védekezést az is nehezíti, hogy a fertőzés elején nehéz felismerni a betegséget. Először csak csökkenik a termés átlag, utána már elhal a tő, és igazándiból nehéz észrevenni. A másik, hogy van egy hasonló betegség, az pedig az eszka, ami összekeverhető a kettővel. A rejtélyes betegséget egy Amerikából származó kabócafajta okozza. A további fertőzések megelőzése érdekében ezeket kell elpusztítani. A betegség foltokban jelenik meg a szőlőkben. Én végül is úgy vettem észre, hogy két-három tőt vettem észre, de hála Isten több nincs. Hogy aztán még tovább észleljük, vagy nem, azt én nem tudhatom még előre. Itt a szomszédomban is volt olyan, hogy itt is van, de hát reméljük, még bízunk benne, hogy ezzel a permetezésre segítenek. Napközben már helikopterről, levegőből próbálták felmérni a permetezésre szoruló területet. Leginkább lenti környéke, Zala megye szlovén határ közeli része van veszélyben. Szomszédos országokba, Ausztriába, Szlovéniába, Horvátországba, Olaszországba, ahogy értesültünk a televízióba, már volt, és átterjedt ide Magyarországról, Lentihegy térségébe. A környék egyik legismertebb borásza is azt mondja, hogy az ő birtokai még megúszták, de nagyon oda kell figyelni náluk is. Ez a kabóca terjeszti azt, ami a növényeket megbetegíti, majd elpusztítja, és mi képesek vagyunk ezt továbbvinni, akár egy metszőollóval is a másik tőkére. A szakemberek ezt a fertőzést a néhány éve az almás és körtés kertekben megjelent tűzelhaláshoz hasonlítják. Azt mondják, hogy a fertőzést úgy lehet megállítani, ha a beteg tőkéket kivágják és a fejszével, fűrészsel együtt elégetik, és ezzel együtt a kabócát permetezéssel megpróbálják kiírtani.